Tulajdonképpen már harmadik éve próbálkozunk a gyermekétkeztetési alapítványnál ezzel a pályázattal. A tavalyi és a tavaly előtti évben sikertelenül, ebben az évben pedig teljesen meglepődtünk, amikor a pályázati értesítés megérkezett, hogy 61 darab élelmiszercsomagot nyertünk. Tehát megpályáztuk mi ezt már korábban is, csak eddig nem voltunk a szerencsések között. Most nagyon örültünk, hogy az általunk rászorulóknak ítélt gyerekek számára sikerült ezeket az élelmiszercsomagokat megkapnunk. Olyan gyerekek, akik a mi kolléganőnk által nyilván tartottak, hogy hátrányos helyzetűek. Hát ez a hátrányos helyzet adódhat abból, hogy egy családon belül több gyermeket nevelnek, vagy a család anyagi helyzete úgy alakult, hogy van egy munkanélküli szülő, vagy az anyagi bevételek, jövedelmek kevesebb jut egy főre. Tehát gyakorlatilag a kolléganők ismerik az osztályukba járó gyerekeknek a szociális rászorultságát, és ennek alapján választottak ki a most csomagot kapó gyerekek. Tartós élelmiszert tartalmaznak száraz tésztát, rizst, burgonyát, tejet, tartós tejet, ezen kívül ilyen zacskós leveseket, illetve mártásokat, de hát nem csak a konyhában hasznosítható dolgokat, hanem a gyerekek örömére szaloncukrot, rágógumit és ilyen kis gyerekkönyvet is tartalmaz egy-egy csomag.